Nem indult biztatóan az év eleje, ahogy a 2010-es év végén, úgy idén januárban és márciusban is a belvíz okozott fejtörést a gazdáknak. Sokan egészen május közepéig vártak arra, hogy elvethessék a tervezett növényeket, ám akadnak olyan helyek, ahol idén egyáltalán nem fog semmi sem teremni. A belvíz a legnagyobb gondokat a kukoricában okozta. Tavaszi vetésű növények esetében megint lemaradásaink vannak. Kukoricából körülbelül egy 7000 hektárt még mindig nem sikerült elvetni. Most már ne is próbálkozzon senki, mert már ilyenkor nem lehet kukoricát vetni. Május 5-én pedig mínusz 2, minusz 8 fokos fagyok pusztították le a gyümölcsösöket. Ez elég volt ahhoz, hogy az eddigi éveknek csak a töredékét születelhessék idén a termelők. A gazdák mellett a feldolgozók és a kereskedők is komoly bevételkiesésre számíthatnak. A termelőket a kormány próbálja pótolni, Kárenyhítésre azonban kevés a pénz a kasszában, így jól megnézik majd, kinek adnak belőle. A korábbi években az rendszer volt, hogy a kárenyhítési kár alapból boldog-boldogtalan kapott, még az is kapott, akinek nem fordult termőre a gyümölcsös, de beadta nyilvánvalóan, mert volt lehetősége, nem volt utóellenőrzés. Most viszont meg kell tennünk ezeket, tehát nekünk innentől kezdve még nagyon sok feladatunk van. El kell jutni azokra a azokban a kertekbe, ahol nem művelik például a földet. A gyakorlati munkálatok mellett a dokumentációra is figyelniük kellett a termelőknek az évelején. A hivatalok munkatársai szerint fegyelmezetten és precízen adták le bevallásaikat és igényéseiket.